Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe. Virággal és fénnyel, ami elmúlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el. Nincs már ezen a napon fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga az ősz bánatos, ködös, álomra készülő ragyogása, írja Fekete István. Béke és nyugalom. Csak a fáradt őszi levelek csörgése kíséri léptünk nyomát a novemberi temetőben. A sírokon tarka virágszirmok alkotnak illatos takarót, a krizantémok őrzik szeretteink örök álmát. Még csak most ment el, de már is mérhetetlenül hiányzik. Több éve itt hagyott, de hiánya nem szűnik. Nagyszülők, szülők, gyermekek emlékére gyújtunk ilyenkor mécsest, és imádkozunk összekulcsolt kézzel sírjuk felett. És miközben az élet mulandóságán töprengünk, egy pillanatra megáll az idő. A gyertya viasz könnyeteit, miközben a hűvös őszi szélben lángja pajkos táncot jár. Hozzánk tartozik a gyász, a könnyek, a szenvedések, a fájdalmak épp úgy, mint az öröm ragyogása a mosolygó tekinteteken. Csak az nem érti a gyászt, aki még nem szeretett, akinek nem fáj a veszteség, elvesztése annak, aki életének örömét és fényét adta. Csak az nem tud gyászolni, akinek nem hiányzik senki. Földi életünk minden küzdelme, minden sikere és kudarca mögött, valahol a lelkünk mélyén ott lappang a félelem a haláltól, az elmúlástól. Porból vagyunk és porrá leszünk. Az elmúlás gondolata életünk hajnala óta foglalkoztat, megérteni azonban talán életünk alkonyán sem sikerül. Mikor sorra hagynak el szeretteink, jövünk rá, milyen egyedül is éljük életünket. Mert van, hogy hiánya rögtön kínzó fájdalommá válik, de van, hogy csak évek múltán vesszük észre szeretteink hiányát. Csendes szívvel, koszorúkkal, virágokkal, gyertyákkal megyünk ezekben a napokban a temetőkbe. A koszorú azonban tönkre megy, a virág elhervad, a gyertyák pedig, ahogy Mára írja, csonkig égnek. Mi marad hát? Marad az ima és a szeretet a szívünkben. Sokszor hiszük, hogy a halottak napja az elhunytakról szól. Én azt mondom, hogy inkább az élőkről. Az élőkről, akik emlékeznek és akikre emlékezni fognak. Akik szeretetet adnak, ápolnak, emlékeket őriznek azokról, akik a sírokban nyugszanak. Mert bár már nem élnek közöttünk, talán nem telik el nap, ünnep, boldog és boldogtalan óra, hogy ne gondolnánk rájuk. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. De elfelejthető-e egy édesanya, egy apa, egy testvér, egy barát? Mert legyen bármilyen gonosz is az élet, és kegyetlen a sors, ők az emléküket hagyták örökül ránk.